Vasnapság köszöntötték a meghívottak a Mésző Miklós díjat átvevő Csabai Lászlót. A Mésző nevét viselő egyesület a szerző 2019-ben megjelent a Vidék lelke című novellás kötetéért ítélte oda a díjat. A könyv cselekménye az 1900-as évek második felének Magyarországán játszódik, a főszereplői pedig egyszerű nyírségi emberek. Egyik legpozitívabb élmény, ami fiatal gyermekkoromban élt, az a olvasás lehetőségének a felismerése. 7 éves koromban eldöntöttem, hogy ez a legjobb a világon olvasni, nyilván a második legjobb dolog, akkor pedig könyveket írni. És azóta soha egyetlen egy perc nem volt úgy, hogy ne lettem volna biztos ebben, és 7 éves korom óta semmi mással nem foglalkoztam, mint próbáltam könyveket írni és íróként érvényesülni. A díj mellett idén is átadták a Mésző Miklós emlékplakettet, amit Szollár Dávid irodalomtörténész kritikus fordító vehetett át, aki a Mésző Miklós művei sorozat szerkesztője volt. Nagyon sokaknak megnyitott utakat, nem is egy írógenerációnak, hanem legalább kettőnek, háromnak. Nem magyar, nagyon kevesen, az ő generációjából nagyon kevesen hagyták rajta ennyire a nyomukat, ő úgy mondaná a vízjelüket a magyar próza nyelven, mint amennyire Mésző Miklós. A Mésző Miklós irodalmi hagyatékát gondozó egyesület 2004-ben alapította a Mésző Miklós díjat.